Sziasztok, kedves HVTV nézők! Egy formabontó termékhez kicsit másfajta videóval készültünk most nektek. Még az elején szeretném szögezni, hogy ezek nem vérfoltok, csak múltkor festettük a kerítést, és ilyen piros maradt utána az asztal. De ami miatt itt vagyok valójában, az egy, mondjuk azt, hogy fülhallgató, mert végül is fülhallgató, teljesen vezeték nélküli, Bose Ultra Open Earbuds nevet viselő. Az, hogy prezentáljam nektek, hogy mi a baj az átlagos TVS fülhallgatókkal, elhoztam egy átlagos TVS fülhallgatót. Manapság minden második Bluetooth füles úgy néz ki, mint az Apple AirPods, ezzel a mindenféle gumitámasz nélküli dizájnnal, csak simán így belerakod a füledbe. Addig nincsen baj, amíg csak ülsz vagy állsz, de hogyha elkezdesz mozogni, akkor egy kisebb mozdulattól is nagyon könnyen kiesik a fejedtől, nem tudsz benne sportolni. Ez is egy nyitott fülhallgató, tehát nem illeszkedik bele úgy a hallójáratba, mint az agybadugós megoldások. De ez nem is ér hozzá egyáltalán a fülnek a belső részéhez. Két részből áll, van ez a bekanyarított L alakú rész, és van ez a henger alakú rész. Ha ezt így berakod a füled mögé, akkor tök jól felveszi azt a csipesz-szerű alakot, amivel aztán így a helyén marad, és hiába rázom a fejem. Ugrálhatok, bármit csinálhatok. Semmi nem történik, nem fog kiesni, és mégsem túl kényelmetlen, sőt, nagyon kényelmes. Ez eddig a legkényelmesebb fülhallgató, amit az elmúlt 13 évben kipróbáltam. Szinte olyan, mintha semmi nem lenne a fülemen, illetve a fülemben, mert annyira óvatosan és puhán és gyengén illeszkedik. Mit tud még? Kapsz egy frissíthetőséget a jövőben, ami többek között azért jó, mert ez a fülhallgató jelenleg még nem tudja a multipoint párosítást. Tehát nem tudod egyidejűleg egyszerre használni a telefonoddal és mondjuk a laptopoddal. Vagy az egyikre, vagy a másikra tud most még csak párosodni, de a Bose azt mondta, hogy majd lesz egy frissítés, és akkor onnantól kezdve már működni fog a multipoint is. Telefonos alkalmazásban a főképernyőn látjátok a hangerőszabályzót, tök fölösleges, úgyis ott vannak a gombok, de mindegy, oda tették. A módok, hát van vagy a sztereó, vagy az úgynevezett magával ragadó mód. Magával ragadó az azt jelenti, hogy mozgatod a fejedet, követi a fejed mozgását a zene. Ez elméletben jól hangzik, de itt egy kicsit ilyen bagos és hézagos, nem olyan profin követi a fejed mozgását, mint mondjuk a Bose QC Ultra, de mivel ahhoz már kifejlesztették, szerintem egész egyszerűen benne hagyták ebben a változatban is. Van EQ, tudod módosítani a mély, közép és magas hangokat, tudsz ilyen előzetesen létrehozott profilok közül is, például, hogy mély hangcsökkentő. Tök jó. Dióhéjban ennyi, még értelemszerűen a vezérléssel kapcsolatos beállításokban is lehet egy picit mászkálni. Például amikor bekapcsolod a fülest, akkor én angol hangon köszönt téged egy ilyen női robot, hogy éppen kihez pár, melyik telefonodhoz párosult a füles, és hogyha valaki hív téged, akkor az ő nevét is elmondja neked. De egyébként, ha idegesít valakit ez a funkció, akkor le lehet tiltani, hogy ne rizsázzon folyton robot hang a füledbe, épp úgy, mint bármelyik más Bose fülhallgató esetében. Néhány szó a hangról. Tipikus Bose hangkarakter, igazi pumpáló basszus, meg igazi ilyen szintetikus magas hangok, meg ilyen digitális közepek. Tehát nem egy kimondottan audiofil karakter. Hogyha a zenehallgatás szempontjából kéne elemezni a hangját, akkor én azt mondanám, hogy egyszer ültem még 10 évvel ezelőtt egy Mazdában, amiben Bose hangrendszer volt, jó kis pumpálós basszus, és jó kis ilyen kis fényes, teletűzdelt magas hangok, és olyan érzésem volt, amikor ezt a fülest hallgattam, mintha újra abban a Mazdában ülnék. Nem hifi, de összességében szórakoztató. Viszont ami érdekes, hogy nagyon sok basszust tud nyújtani, de ha rátolsz az EQ-ra, akkor rengeteg basszus tartalék van benne, ami nagyon jól tud jönni. Például akkor, ha mondjuk nem egy ilyen csendes kertben ücsöröksz, hanem egy forgalmas főút mellett sétálsz, vagy egy városi zajban vagy, tömegközlekedésben, stb. Ott a basszus az így azonnal eltűnik, ezért jó, hogy rá tudsz tolni szoftveresen az EQ-ra, mert az vissza fogja neked egy kicsit kompenzálni. Amit még a használattal kapcsolatban tudni érdemes, hogy mivel ugye ez nem zárja el egyáltalán a hallójáratodat, mindent hallani fogsz a külvilágból. Még egy AirPodsnál is jobban mindent. Mindent, összes zajt, összes hangot, tehát gyakorlatilag olyan, mintha nem lenne rajtad fülhallgató. Ha erős zajban vagy, ez nem fogja kiszárni az erős zajokat. Felmerülhet a kérdés, hogy mennyire nyomja el a külvilág zaja a zenét, nem csak a basszust, hanem az egészet. Eléggé elnyomja. Tehát volt olyan, hogy 80%-on volt a hangerő, és nagyon sok, például beszédhang, podcastot nem tudtam hallgatni, mert hogyha ilyen főút mellett mentem, akkor az autók szinte teljesen elnyomták a hangokat. Valamennyire megpróbálja ez a füled a hallójáratod irányába terelni a hangokat,
hogyha nagyon erős zaj van, akkor már kevésbé megy neki jól. Ettől függetlenül tényleg érezhető ez a szenzáció, ami ezzel a kialakítással jár. Szóval vannak előnyök és hátrányok, de ami egyértelmű előny, hogy telefonálni nagyon jó vele. Nagyon tisztán és nagyon dinamikusan, nagyon testesen lehet hallani a másik félnek a hangját, és soha egyszer nem volt olyan, hogy valaki panaszkodott volna, hogy nem érti, amit mondok. Volt már olyan, hogy 125-es Sennheiser TVS Momentum 4-jel panaszkodtak a beszédérthetőségre erős városi zajban, ennél nem annyira. Normál irodai környezetben pedig sem ennyire, úgyhogy nagyon jól lehet vele telefonálni. Mérlegeljünk, tehát kapsz egy olyan fülhallgatót, aminek egy V hangkaraktere van, erős basszus, erős magas, kicsit visszafogottabb közép, megkapod a Bose-ra jellemző jó Bluetooth stabilitást, ha nincsenek vasbetonfalak, akkor egész jó a hatókör, kapsz egy egész jó akkumulátorüzemidőt, egy tökéletes komfortot, ennél jelenleg szerintem nincs kényelmesebb fülhallgató a piacon, és itt megérkeztünk a talán legmegosztóbb tényezőhöz, az árhoz, mert hogy jelenleg, amikor ezt a videót készítjük, 140 ezer forintba kerül a fülhallgató, és tudom, hogy ilyen AliExpress, meg hasonló oldalakról lehet kapni ilyen kifli alakú fülbe csimpaszkodó alternatívákat 20-30 dollárért, csak az a baj, hogy az, ha két tönkre megy két hét után, akkor kidobtál 10-20 ezer forintot. Itt meg azért mégiscsak van egy stabil márka háttér, hogy is mondjam, egyszerűen csak működik a termék. És lehet, hogy nincsen benne semmi csinadratta, még vezeték nélküli töltés, sem rakott bele a Bose, de végső soron szuper kényelmes, nem esik ki a füledből, és jó móka. Ti mi gondoltok róla? Rohannátok a boltba érte? Szerintetek ez a technológia, ez a kivitel el fog terjedni a jövőben? Írjátok meg kommentben. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!